és igazából mi nagyon régóta együtt dolgozunk a gyógyszerész társadalom prominens képviselőivel a gyógyszerészi gondozás kapcsán. Azt hiszem, hogy most már mondhatom, hogy ez egy évtizednél hosszabb együttműködés. Feltehetik magukba a kérdést, hogy miért jó ez a cégünknek, vagy mi az oka ennek az együttműködésnek. Hát én személy szerint pusztán annyi, hogy az elnök urat megismerhettem, Szabó elnök urat, akinek nagy tisztelője vagyok, és tényleg egy ilyen kicsit régi vágású, de ez a klasszikus reneszánsz ember, ismertem meg benne, és tényleg nagyon örülök, hogy egyáltalán az ismeretségi körébe kerülhettem. De azt hiszem, hogy ez kevésbé érdekes az én privát indiktatásom. Talán tudják azt, vagy nem tudom mennyire is, mert a Roche-nak van egy megfogalmazott stratégiai célja, amely most már azt hiszem, hogy több cég is ezt magáévá tette, vagy egy nagyon erős vonulata az egészségügyön belül, ez pedig a személyre szabott terápia. Tehát a cégünknek a döntéshozói úgy érzik, hogy a középtávú jövője a gyógyításnak az alapvetően afelé fog tendálni. Nem minden területen, de domináns lesz az a fajta gyógyítás, ahol egyre jobban az adott individumra szabódik maga a terápiás eljárás. Ez a fajta megközelítés azonban ennek a magja, nyilván egy gyógyszercég esetében a gyógyszereknek olyan fajta fejlesztése, amikor megpróbáljuk már a kezdeti kutatási fázisban az adott gyógyszerhez megtalálni azt a jelátvizőt, biomarkernek is hívják, tehát azt a génmódosulás, sejtfelszíni módosulás, ami megkülönbözteti a tekintetbe a pácienseket, hogy ki lesz az, aki reagál a gyógyszerre, és ki az, aki nem. Hiszen hosszú-hosszú ideig a gyógyszerek fejlesztése azt kell mondani, hogy úgy zajlott, hogy tudjuk, hogy a gyógyszereknél ez a bizonyos arány, hát ez itt most azért nálam egy területen sokkal okosabbak ülnek, de azt mondhatom, hogy 50%-tól 80%-ig tart. Tehát tudjuk azt, hogy nem mindenkinek fog hatni az adott gyógyszer, csak korábban a technikai lehetőségeink nem tették még lehetővé pontosan kiszűrni azt, hogy ezt, és megtalálni azt, hogy ez miért van. Ma már elsősorban is a genetikai állomány megismerésével kapcsolatos technikai fejlődés sokkal célzottabb megközelítést tesz lehetővé. De ugyanakkor a személyre szabott terápiát azt mi egyfajta ilyen értékkérdésnek is tartjuk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez nem szűkül le pusztán a gyógyszerek fejlesztésére és a terápiára, hanem ez a medicína és a gyógyítás teljes folyamatában meg kell jelenjen. Meg kell jelenjen például olyan módszerekbe, amelyek a gyógyszerek hatásosságának krónikus adagolás esetén a monitorozását jelenti. Illetőleg, ez megint egy filozófiai kérdés, a elnök úr által említett kétféle megközelítésben mi a gyógyszertárat alapvetően egészségügyi intézménynek látjuk, amelynek van kereskedelmi aspektusa, de nem alapvetően kereskedelmi intézménynek gondoljuk, amelynek van egészségügyi aspektusa. Tehát mi a gyógyszerészetet a gyógyítás részeként látjuk, és úgy gondoljuk, hogy a gyógyszerészi gondozás a gyógyszerészeten belül jeleníti meg azt, amiről mi azt gondoljuk, hogy személyre szabott terápia, hiszen mindazok a tevékenységek, amelyek a gyógyszerészi gondozáson belül zajlanak, ezek azt erősítik, hogy a nagy-nagy tömegből az individuumot találjuk meg, és ha kell, akkor a gyógyszerinterakciók vizsgálatával, ha kell bizonyos mérésekkel, egyebekkel próbáljuk meg a különbözőségeket megtalálni. Hogy ennek mekkora eredménye lehet, így most magamban csak egy példa jutott eszembe, ugye most április 1-től ez a bizonyos ellenőrizhetik a gyógyszertárban, hogy a beteg milyen gyógyszereket kap. Én tegnap a Kossuth Rádióban hallgattam egy műsor, teljesen más témakörről szól, művesebb kezelés, művesebb betegek. Az egyik ilyen betegszövetség elnöke, aki nyilván maga is érintett, nyilatkozott, és többek között a riportban elhangzott az, hogy hát az ő története úgy kezdődött, hogy nagyon sokat fájt a feje, nagyon sok fejfájás iratotot szedett, és bizonyítottan ember alakult ki
fájás elégtelensége. Magyarul a fejfájás csillapítókkal tönkretette a vesélyét. Nem kell azt önöknek nagyon mélyen részletezni, hogy mibe kerül egy művese kezelés, amely valószínűleg élethosszig fog tartani, de ha vese átültetésre kerül sor, akkor se kell részleteznem ezt, és gondoljanak vele, hogy ez az ember valószínűleg elkerülhette volna azt, egy olyan gyógyszertári rendszerbe szerzi be a fejfájás csillapítóját, ahol megjelenik egy jelzés a gyógyszerész felé, hogy figyelem, ez az ember ebben a vonalban most vette a 8. doboz, mondjuk paracetamol tartalmú fejfájás csillapítóját, vagy hasonló. Köszönöm szépen, és még annyit, hogy én szeretném megköszönni önöknek azt a támogatást, amit eddig is ez a kampány kapott, mert a helyzet az, amit itt nem is hangzott, hadd idézzem Samu doktort, hogy nem csak tojni kell, hanem kopkodácsolni, és önök segítenek ebbe, hiszen mi csinálhatjuk a legfantasztikusabb, legtudományosabb és szofisztikáltabb programokat, hogyha az nem jut el a lakossághoz, akkor ennek az egésznek egy ilyen elefántus.